Utóhang egy korszakról. Kádár János emlékezete. Közreműködik Erős Anna és Egressy István. A műsort Cserhalmi Imre és Ocsovai Gábor készítette. Meghalt Kádár János. Sem az élete, sem a halála nem volt csupán az övé. Élete és halála, tanulság, vízválasztó, korszakhatár. A ravatal közel van, a múltá vált élet még jelen idejű, a közvetlen utókor mindig sorstársakból áll. A történelmi távlatok hiánya a higgadt mérlegelést is gátolja. És minél hosszabb életút végét jelzi a gyász, általában annál ellentmondásosabb a különféle korszakokon és megpróbáltatásokon átívelő sors is. Kádár Jánosról 15, vagy 5, vagy akár csak 3 éve is másként gondolkodott és vélekedett az ország, mint ma. De ez nem mond ellent annak a ténynek, hogy Kádár történelmi személyiség volt, nagy formátumú politikus, aki több mint 30 éven át állt az ország élén, s akinek nevével a legújabbkori magyar történelem egyik korszakát jelölik az egész világon. A század gyermeke volt gondolkodásmódja, elhivatottsága sorsa szerint is. A század meghatározó ereje, mozgalma és kihívása a szocializmus eszméjének térhódítása, építésének megannyi kísérlete volt. Ő ezzel az eszmerendszerrel fiatalon elkötelezte magát. Megingathatatlan hűséggel vallotta világnézetét és szolgálta az ügyet, amelyre feltette az életét. Én azt gondolom, hogy ha egy ember nem pusztán a vegetatív létre gondol, hanem a szó szép értelmében emberi életre gondol, akkor az első az, hogy megértse, hogy nem neki, mint egyéniségnek kell úgymond boldogulnia, és kiharcolnia az életbe a maga helyét, hanem az első fölismerés, ha megérti, hogy egyedül a szó szép értelmében, emberi módon nem lehet boldog. Csak másokkal együtt. Én szerencsésnek tartom magamat, olyan szempontból, hogy az életnek a kritikus szakaszában, ilyen 17-18-19 éves koromban találkoztam ezzel a dologgal, és megértettem, hogy egyedül az ember nem lehet se ember, se boldog. Kádár Jánosnak éppen mert az ügyhöz és a közösséghez oly következetesen hű volt, végig kellett járnia a szellemi fejlődésében és személyes sorsában is mindazokat a következetlenségeket, tévutakat is, amelyek a mozgalom történetét jellemzik. Fiatal munkásként kapcsolódott be a mozgalomba, és már abban az évben letartóztatták. 3 ízben ült a Horthy rendszer börtöneiben, éveken át élt és dolgozott illegalitásban, csak egyszer sikerült fogságából megszöknie. 39 éves 1951-ben, amikor ismét letartóztatják. Abban a társadalmi rendszerben, amelyért egész addigi életében küzdött. Ez élete negyedik fogsága. 77 évéből csak nem 10-et töltött börtönben, mindig politikai meggyőződése miatt. S a legnagyobb fizikai, lelki gyötrelmeket, bár erről nagy nyilvánosság előtt sohasem beszélt, nem Horthy, hanem Rákosi börtönében kellett elszenvednie. Ahhoz a nemzedékhez tartozott, amelyet a nemzetközi munkásmozgalom megtanított túllépni az előző századok utopisztikus elképzelésein, de nem tanított meg magabiztos eligazodásra a tudományos színvonalú elméletben. Ez a nemzedék megtanulhatta az ellenállás megannyi fortéját, csiszolhatta tehetségét az illegalitás művészetében, megedződhetett a halálra is kész áldozatvállalásban, de semmiféle iskolája nem lehetett a hatalom gyakorlásában és szervezésében, a legalitás gyümölcsöztetésében. Ennek a nemzedéknek nem csak a kínzások fájdalmát, hanem a szüntelen gyanakvást is a bőrébe égette a sorsa. A hatalom kultúrát gyakorlását, a demokráciát, a toleranciát soha sehol sem látta és nem tapasztalta.
de látta Orgoványt, Tiszaeszlárt, Újvidéket, a Donkanyart, Trianont. Hallott Gulágról és Recskről. Tanulhatott gyűlöletet, bosszúvágyat, türelmetlenséget, előítéleteket, erőfitoktatást. Kádár János nemzedéke és maga Kádár János sohasem a kisebbség diktatúrájáért, hanem a többség hatalmáért lépett a történelem porondjára, nagyon is komolyan gondolván, hogy holnapra megforgatja az egész világot. Minden valamennyire is szerencsés nemzedék magával hozza ezt a vágyat és reményt. És bár a történelem arra tanít, hogy ilyen méretű feladat elvégzéséhez egy nemzedéknyi idő nagyon is csekély, azért boldog az a nemzedék, amely ilyen hitekkel és tüzekkel lépett a társadalmi cselekvés mezőire. Kádár János joggal érezhette a forradalmi időket forradalmiaknak. Joggal gondolhatta, hogy ha bajok, sőt olykor bűnök is szegélyezik, azért az ő útja az egyetlen lehetséges, tehát az igazi út. Az az út, amelyen a kommunisták csak szolgálattevőként élnek és működnek az egész nép felemelkedéséért. Egy munkásgyűlésen hallhattuk Kádár Jánostól. Mi az eredményeket több mindennek köszönjük és köszönhetjük, de a magunk gondolkozásában sorrendbe, ugye oda tesszük, hogy ugye a párthelyes irányvonala és politikája. Ezzel kezdjük, aminek nélkülözhetetlen és egyenrangú kiegészítő része az, amit önök nélentén a formázóban vagy akárhol csinálnak. Mert az egyik nélkül sincs semmi, és a másik nélkül sincs semmi. De muszáj itt kezdeni, mert a párt helyes irányvonala az éppen olyan, mint mondjuk a fegyvernek az irányzéka. Hát ha az nincs jó beállítva, ugye itt a fegyverné, akkor mikor a célról van szó, már 9 méterrel mellé ment. Ugye a találat, és nem oda, hova kell, úgyhogy úgy érmet nem lehet szerezni, még bronz érmet se, ha az irányzék rossz. Tehát mi az eredményt annak tulajdonítjuk, hogy a mi pártunk irányvonala helyes, hogy a mi pártunk tevékenységét a marxizmus-leninizmus eszméi vezérlik, és az, hogy a mi bel- és külpolitikánk az kommunista és szocialista elveken nyugszik, igazságos, elvileg helyes, és megfelel a mi munkás osztályunk, a mi népünk céljainak és érdekeinek. Kádár János egyik alapvető politikusi tulajdonsága és egyben legfőbb képessége az volt, hogy legalábbis szándéka szerint nem csupán párt szempontokban vagy osztály érdekekben, hanem elsősorban mindig népben, nemzetben gondolkodott. Nem véletlen, hogy olyanok értették meg őt, és olyanok értettek vele szót, mint Kodály Zoltán, Németh László, Lukács György, Illyés Gyula, Veres Péter, Déri Tibor. Nem véletlen, hogy körülötte jött létre az a politizáló stílus, az a fajta politikusi mentalitás, amely korszerűbb, európaibb és demokratikusabb volt az önmagát szocialistának valló világ átlagánál. Nem véletlen, hogy a munkásmozgalom nem csak kommunista, hanem más pártjai is tisztelték, hallgattak a szavára, ifjúkorában is és időskorában is, idehaza is és külföldön is. Nemzetközi tekintélyét számottevően növelte az 1975-ös Helsinki Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezleten elhangzott hozzászólása. A magyar népköztársaság rendíthetetlen híve a különböző társadalmi rendszerű ország békés egymás mellett élésének. A Szovjetunióval és más szocialista országokkal együtt egyik kezdeményezője és aláírója volt az 1969-es budapesti felhívásnak, amely javasolta az Európai Biztonsági Értekezlet összehívását. Szövetségeseinkkel együtt azóta is mindent megtettünk az értekezlet létrejöttéért. Képviselőink mindvégig részt vettek az előkészítő munkálatokban és a jelen értekezlet elé aláírásra beterjesztett okmány kidolgozásában. Tisztelt küldöttek! A Magyar Népköztársaság azt vallja, hogy mindent meg kell tenni a fegyveres összeütközésekkel fenyegető kérdések békés megoldása, a háború egy új világháború lehetőségének kiküszöbölése érdekében. Kormányunk úgy véli, további erőfeszítéseket kell tenni az általános leszerelés előmozdítására. Támogatunk minden komoly leszerelési törekvést,
Így támogatjuk a Szovjetunió javaslatát leszerelési világkonferencia összehívására. Üdvözöljük és a nemzetközi enyhülés szempontjából meghatározónak tekintjük a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok kapcsolatainak javulását, megállapodásukat és további tárgyalásaikat a stratégiai támadó fegyverek korlátozásáról. Minden józanul gondolkodó ember látja, hogy az emberiség fejlődésének jelen szakaszában a világháború elkerülésének nincs más reális és elfogadható alternatívája, mint a békés egymás mellett élés, a vitás kérdések tárgyalások útján való rendezése, a fegyverkedési verseny megállítása, a fegyverzetek korlátozása, majd a leszerelés, az államok rendezett viszonya, a közös érdekű kérdésekben az együttműködés, a népek közeledése és barátság. A Magyar Népköztársaság ennek tudatában és szellemében építi nemzeti kapcsolatait, tevékenykedik az Egyesült Nemzetek Szervezetében és közel 600 más nemzetközi szervezetben. Az értekezlet okmánya az európai biztonság sok és bonyolult kérdését tárgyalja. A magyar küldöttség kiemelkedő fontosságonak tartja az államok kapcsolatait és együttműködését szabályozó elvek rögzítését. Az értekezlet munkájában részt vesz 35 szuverén állam, közöttük vannak nagy és kis államok, iparilag fejlettek és kevésbé fejlettek, szocialista és nem szocialista, elkötelezett és el nem kötelezett országok, semleges államok. Az államok kapcsolatait szabályozó elveknek, mint a szuverén egyenlőség, az erőszaktól való tartózkodás, a határok sérthetetlensége és a többi alapelvnek a tiszteletben tartása és gyakorlati érvényesülése megfelel a résztvevő 35 különböző állam érdekeinek, biztosítja a békét. Betartásukkal száműzhetjük földrészünkről a háborút, a fegyveres konfliktusokat. A Magyar Népköztársaság kész ezeknek az elveknek következetes betartására. A magyar kormány úgy véli, hogy az államok kapcsolatainak a biztonsági értekezlet által történő elvi rendezése, ezen elvek gyakorlati érvényesülése erősíti a politikai bizalmat, és ez megkönnyíti az európai fegyveres erők és azok fegyverzetének észszerű, az egyenlő biztonság elvét figyelembe vévő csökkentését is. Nemzetközi vitákban és idehaza egyaránt tudott bizalmat teremteni, és tudott kompromisszumokat kötni. Ez is a politikusi tehetség fontos eleme. A nemzetközi kommunista mozgalom katonájaként, de annak bizonyos pillanatokban nagyon is szorongató kötelékei között, például 1956-ban és utána, olyan kompromisszumokat is vállalt, amelyek nagyon messze estek személyiségének vonásaitól, sőt, kifejezetten ellentétesek voltak a politizálás kommunista módjának általa vallott módszereitől. Mégis, mivel az volt a meggyőződése, hogy ez a nép érdekét, a nagy többség boldogulását szolgálja, vállalta ezeket a lépéseket történelmi kompromisszumként, ismét csak áldozatként is felkínálva a maga népszerűségét, személyes sorsát, vállalva, hogy a történelmi végelszámolásnál minden lépése tette megmérettetik. Így cselekedett teljes tudatossággal egy érett és már addig is sokat szenvedett politikus felelősségérzetével 1956-ban, és nagyon rövid idő után nem csak kommunisták, hanem párton kívüliek óriási tömegét is megnyerve létrejött az a nemzeti megbékélés, amelyet ma már természetesen másként látunk és másként ítélünk meg, de amely akkor a 60-as, 70-es évek jelentős gazdasági, társadalmi sikereihez vezetett. Én 19 éves koromban kommunista lettem, azt, hogy nem csináltam volna hibát, azt én ugyan nem állíthatom. Csináltam én hibát, néha olyat is, hogy az még háromnak is elég lett volna. Aztán csináltam jót is, de amit én azért állíthatok, és amit még valahogy az ellenség se vitat el tőlem, hogy én kommunista vagyok. Kommunista vagyok. És én mondok valamit, elvtársgal, miniszterelnöki rang, ez már egy nagyon magas rang. Párt első titkár, az is egy nagyon magas rang. De a
azért van egy olyan rang, ami minden fölött a legmagasabb, az, hogy valaki nevezheti-e magát kommunistának és embernek. Mert aki kommunistának és embernek nevezi, annál nagyobb rangú ember nincsen. Beosztása lehet bárkinek bármi. Ugye láttunk miniszterelnököt, később nem volt miniszterelnök. Láttunk első titkát, később nem volt első titkát. De aki kommunista és ember, és mindig kommunista, és mindig ember, annak megmarad a legmagasabbra. Szigorú puritanizmusa szinte zavarba ejtő volt. Ugyanakkor tulajdonképpen bírálhatatlannak tekintették. A párton belüli demokrácia valóságos megteremtésére sohasem volt képes. És mert a hazai politikai intézményrendszerben való érvényesülés legfőbb kritériuma a személye iránti feltétlen lojalitás volt, az évek során sorra eltűntek mellőle a valódi partnerségre alkalmas, mert szuverén módon is gondolkodni, cselekedni kész emberek. Kialakult körülötte egy réteg, amelyet nem csekély leegyszerűsítéssel ma apparátusnak nevezünk, s amelynek legfőbb körei belőle, de végtére ellenére is éltek. Tanácsaikat olykor kritikátlanul elfogadta, e tekintetben is mind gyakoribbá váltak benne az önkontroll rövidzárlatai. Mert Kádár János tisztességes kommunista és széles látókörű politikus volt, de sohasem volt igazán demokratikus személyiség. A lenini végrendelet következetes magyar olvasatával egész életében adós maradt. Ezért a Kádár korszak a hagyományos történelmi szakkifejezésekkel élve sokkal inkább nevezhető felvilágosult abszolutizmusnak, mint bármiféle, s főként szocialista demokráciának. Mégis Kádár képes volt felismerni, értelmezni és politikai törekvéseiben is megfogalmazni egy egész nép vágyait. Nem véletlen az az összekacsintás, amely oly sokáig, oly népszerű módon jellemezte a tömegekkel való őszinte, sőt bensőséges kapcsolatát. Nem véletlenül idézték oly sokáig Lukács György állítólagos mondását, amely szerint Kádár népszerűbb volt idehaza, mint a pártja. Hogy országunkat a nagyvilág a szocialista tábor legvidámabb barakjának minősítette, a szomoros és felületes formában is jelezte a kádári politikusi mentalitás és annak nyomán a Kádár korszak értékeit és erényeit. Egy idézet a Kádár János által meghonosított politizálási stílus jellemzéséül. Én emlékszem arra, amikor az összes bizottságban minden 8 tag, mind a 8 párt tag volt, és a kommunizmus befolyása annyi sem volt, mintha csak 4 lett volna párt tag. Aztán azt a másik 4-et, aki mondjuk nem kommunista meggyőződés. Mi az ördögnek nekünk behuzigálni, meg toligálni a párt? Hát attól a mi pártunk nem lesz erősebb. Ő se lesz erősebb. Hát tényleg meg kell már értenünk, hogy a mi befolyásunk, a kommunista párt befolyása, nem ilyen külsődleges, darabra olvasható tényezőkön múlik, hanem azon, hogy a mi elméleti irányunk legyen jó, a mi politikai vonalunk legyen jó, a gazdaságpolitikánk, a kultúrpolitikánk, és akkor a kommunizmus híveinek a száma hazánkban millió számra növekszik. És akkor szívvel, lélekkel fognak emberek dolgozni és harcolni, nem párttagoknak. És én állítom, hogy például úgy veszem, hogy a Magyar Népköztársaság, hogy aki nincs ellene, az vele. És a Népfronna, aki nincs ellene, az vele. Hát ott persze van különbség. A legöntudatosabb, legszervezettebb része az egyetértéknek, és egy másik kisé lazább része, amik egyszerűbb dolgokért van mellettünk. Például nincsenek ellenünk emberek százezrek, akik nem kommunisták, nem marxisták, talán még a szocializmus se akarják. De becsülik a mi pártunk, meg a kormányunk, meg a Népfront tevékenységét azért, mert normális légkört biztosítottak az országba, és törvényes rendet teremtettek az országba. Ma már világosan kell látnunk, hogy a kádári életmű nélkül ma nem tartozhatnék az MSZMP, illetve hazánk azon kommunista pártok, illetve szocialista országok sorába, amelyek a reformok legelkötelezettebb és legkövetkezetesebb hívei. Kádár 30 év előtti felismerései nélkül ma épp úgy nem léteznék magyar reformpolitika,
Ahogyan a 20. kongresszus és Hruscsov nélkül sem jöhettek volna el a perestroika, a gorbacsovi politika évei a Szovjetunióban. Kádár kora gyermeke volt abban is, hogy magán viselte és életével ki is fejezte kora egész ellentmondásosságát. A kommunista internacionálé és a vezető kommunista pártok közti gyors és éles feszültségektől terhes változásokat, a hidegháborús nemzetközi viszonyok összes káros hatását, az eleinte vonzónak, sőt egyedül üdvözítőnek hitt sztálini modelltől vonó menekülést. Köztudott, hogy a politizálásban, a gazdaságszervezésben, a társadalmi emberi szabadságjogok kiterjesztésében kezdeményezéseit, újító szándékait számtalan akadály nehezítette. A szocialista országok közösségében ezek miatt számtalanszor kioktatás, sőt a legélesebb helyzetekben elszigetelés volt az osztály része. Megtorpanásai sokszor a külső szorításokból, illetve az azokkal kötött kényszerű kompromisszumokból adódtak. De semmivel sem voltak kevésbé veszélyesek és kártékonyak a reform hazai ellenségei. Országlásának 3 évtizede során súlyos harcokat kellett vívnia a szektarianizmussal, az élettől elrugaszkodott doktrinerséggel, hogy ha kitérőkkel, sőt hátralépésekkel is, de megőrizze és érvényesítse politikájának alapvető centrum jellegét és reform törekvéseit. Újítottunk bizonyos dolgokba. Újítanunk kellett. Ugye mi bizonyos hibák miatt olyan helyzetbe kerültünk, hogy nekünk szembe kellett nézni a tapasztalattal és a gyakorlat kritikájával, és sok mindennel változtatnunk kellett. Na most ezeknek a változtatásunknak a lényege az, hogy a rendszer alapvető szocialista jellegét megőrizve és tovább építve, mert lehet, hogy sokan ezt így nem tartják, már részben is elfelejtik, hogy tulajdonképpen a szociális alapjának a lerakása ugyanezen konszolidáció időszakában fejeződött be a mezőgazdaság szocialista átszervezésével. De ezzel egy időben nekünk bizonyos sablonokkal szakítanunk kellett. És arra kellett törekednünk, hogy egyrészt a felelősséget, másrészt a gondot megosszuk az emberekkel, a milliókkal, és bevonjuk őket az aktív cselekvésbe. Tehát a szocialista rendszer működési elvét egy kicsit rugalmasabbá, és hozzátettem demokratikusabbá is tegyük. És ez bizonyos decentralizálással jár, az emberek vállalkozó készségét, a vállalatok önálló és hatékony működését kellett serkentenünk, és ez bizonyos módszerbeli megoldásokat jelentett. De hogy ezeknek semmi köze a kapitalizmushoz, hát ezt nem tudom, én százféle módon lehet igazolni és bizonyítani, ez egyébként a központi bizottságülésén is szóba került, még az előadói beszédben is kellett vele foglalkoznom, és hát nem mutattam ilyen elemi egyszerű tényekre, hogy mibe kellett valaha vitatkozni, ugye? Valamikor abba is dönteni kellett, hogy a munkás munkahelyhez kötöttségét fel kell oldanunk. Éppen a jobb munka érdekében, és a jobb szocialista munka érdekében. Akkor a begyűjtési rendszert meg kellett szüntetnünk, és áttérnünk a szerződéses rendszerre, a mezőgazdasági termékek begyűjtésébe. Akkor megtörtént a mezőgazdaság szocialista átszervezés, akkor megkezdődött a vita a háztáji gazdaság körül, és így nem akarom a végtelenségig sorolni. Na mondjuk ezek közül még nagyon fontos a gazdaságirányítási rendszerünk. Ezek nem kapitalista módszerek, ez egy szocialista társadalom, szocialista módszerei, amelyeknek a fő célja az, hogy a felelősséget, a kezdeményező készséget, az alkotó készséget tömegébe felszabadítsuk, és megfelelő rugalmas módszerekkel segítsük a szocialista építést, és a szocialista társadalom alapjának további szilárdítását. A kiváló taktikust, a politikai kislépések körültekintő mesterét azok is elismerik, akik távol álltak politikai nézeteitől. Hiszen az egész világon nyilvánvaló volt a nép életszínvonalának emelésére, a belső szabadságjogok kiterjesztésére vonatkozó egyértelmű szándéka. Ugyanakkor megbízhatósága, közvetítő képessége, kiegyensúlyozott tárgyalási stílusa mind népszerű partneré tette őt a világpolitikában. Évtizedeken át az építőmunka tartós nyugalma idehaza és hazánk általános, sőt növekvő elismertsége külföldön, ez a kádári korszak érdeme akkor is, ha ma már sokkal többet tudunk mindezek nem vállalható áráról
mint akár egy-két évvel ezelőtt. Kádár János a nyugodt hazai építőmunka és a nemzetközi elismertség zálogát politikánk elveinek nyílt kimondásában látta. A mi külpolitikánk abból indul ki, hogy a magyar nép nemzeti érdekeit szolgálja, más szavakkal kifejezve a rendeltetése, hogy a békés szocialista építés munkájával elfoglalt magyar nép számára az építőmunkához szükséges nemzetközi feltételeket mindenekelőtt a békét biztosítsa és megőrizze. A másik sarkalatos elv, amiben mi külpolitikai tevékenységünk kiindul, az az internacionalizmus, a népek közötti barátság és együttműködés eszméje. A mi külpolitikánk megint más szavakkal kifejezve azt jelenti, hogy mi rendületlenül kitartunk, ami nemzeti érdekeink, nemzeti történelmünk és érzelmeink a piros-fehér-zöld zászló mellett, és egyidejűleg a nemzetközi szolidaritást kifejező vörös zászló mellett. Ez a mi belpolitikánk és külpolitikánk és jelképes kifejezése. Mi ezen az úton fogunk előre haladni a jövőben is. Politikánkra jellemző, hogy mindig nyílt volt. Mi mindig őszintén és nyíltan megvallottuk, és senkiben nem hagytunk kétséget a politika alapvető kérdésében, mire törekszik a mi pártunk, mire törekszik a mi népünk, mit kíván a mi népünk. Így volt ez a külpolitika és a belpolitika alapvető kérdéseiben is. Mi azt tartjuk, hogy Szocialistország két kulacsos politikát nem folytathat. Marxista, leninista, kommunista párt két értelmű politikát nem képviselhet. Sem a saját osztálya, saját népe előtt, sem kifelé. Kádár néhány dologban meg tudta haladni a korát és környezetét, némelyekben nem. A felismerésben, a tisztességes szándékokban igen, a végrehajtás megszervezésében és módszereiben nem. A történelem kegyetlensége, az ember kiszolgáltatottsága a nagy személyiségek sorsán a leginkább nyomon követhető. Magyarországon évtizedeken át szerencseként tartották számon, hogy hazánk élén Kádár János áll, mivel hogy valóban a szerencsének volt tulajdonítható, hogy nem hatalmi mániákus, nem rövidlátó sikerhajszoló, nem realitásoktól elfordult álmodozó vagy arisztokratikusan konzervatív ember került a népsorsa szempontjából oly fontos posztra. Valóban csak nem kizárólag szerencse dolga volt ez, hiszen a szocialista országokban a politikai intézményrendszer fejletlensége, a demokrácia hiánya miatt semmiféle intézményes garancia nincs a népek birtokában arra, hogy a többség által valóban elismert és kívánt emberek váljanak a vezetőikké. Kádár a magyar kommunistáknak ifjúkora óta azon köréhez tartozott, amely a hazai munkában vett részt, amely a nehéz éveket nem Moszkvában, nem külföldön töltötte, amely mindig a hazai realitások ismeretében és azokból kiindulva fogalmazta meg politikáját. Kádár, amikor az ország első számú politikai vezetője lett, roppant népszerűtlen volt, hiszen magára vállalta azt, ami természetesen nem az ő személyes kívánságán múlt. A szovjet katonai beavatkozást 1956-ban. Hatalma és sikerei csúcsán Kádár olyan méretű népszerűségre tett szert, mint az országban ő előtte évtizedekig senki. Ám halála pillanatára népszerűtlenebb lett, mint bármikor életében. A bizalmi válság mélypontja táján 1987-ben szükségét látta az országgyűlés előtt az önvizsgálatnak, a tévedések számba vételének. Én miben látom a hiba? Mit tényleg a vezetés hibájára lehet nevezni, mert a párt és az állami vezetés hibája.
Először, hogy az 1974-ben kezdődött árrobbanást, és minden egyebet, amit a későbbiekben ez maga után vont, időlegesnek, átmenetének tartotta a mi párt és országvezetés. Nem egyedül. Ezt a világon senki sem látta, ami ebből később kialakult, akkor, amikor ez kezdődött. De hát mi a magunk oldalról beszélhetünk. Ezt átmeneti konjunkturális jelenségnek tartott. A következő, ez reánk, mint szocialista ország vezetőjére érvényes, hogy szólni kell róla. Különösképpen a tapasztalatok miatt. A következő ilyennek tartom, és feltétlen meg szeretném itt nevezni, hogy ebben a bizonyos helyzetben, amikor a nemzetközi gazdasági körülmények, nekem van egy számomra, hátrányosan változtak. Hát gondoljunk 74, 75, 76-os időre. Mi elkövettük azt a komoly hibát. Összefüggésben a másik hibás szemlélettel, hogy a szocialista országra nem hatnak komolyan ezek a változások. És fenntartottuk egy közepes fejlődési ütemet. Mind a termelés vonalán, bezárólag az életszínvonal emelkedéséig. És ezt jó pár éven keresztül ezt az ütemet tartottuk. Hát ez persze sokszor szóba kerül sokféle tényezők között. Hát nekünk vannak szocialista partnereink is, akik persze megfordultak az országban, látják az életkörülményeket, láttak tele boltokat, és hát azért kérdezősködtek valamit. És én azt mondtam, hogy kérem, fessék össze a statisztikát, a hivatalos statisztikát. Ez a fenntartott fejlődési ütem, ami hibának bizonyul később. Ez olyan ütemet jelent, nézzük meg az összes statisztikát, mi mindig a KGST ország középarányosaihoz tartozunk, a KGST statisztika. De, tehát nem valami estelen, nem tudom én miféle tempót diktáltunk, de meg nem alapozott tempót diktáltunk. És ebből következett be, amit ma úgy hívunk, hogy ebben a súlyos hibának következtében bizonyos évek alatt, hát mind mostanáig, az ország többet használ föl, mint ami megtermel. Mint amit megtermel. Hiba. Megtörtént. Hát a tanulságból mindenképpen pokolni kell. Még egy hibáról szeretnék szólni, ez egy más természetű. Ez már a rendszerünk sajátosságához tartozik. A szocialista rendszerhez. Hát nem tudom most, hogy minősítjük, hogy mióta, vagy mikor léptünk mi a szocialista fejlődés útjára, hát mondjunk, ha veszek egy évszert, 1948, de lehet korábbit is venni bizonyos értelemben. Azóta is jelenlévő hiba, mind a mai napig, hogy hát valamikor még a koalíciós viszonyok között, meg a két munkáspárt létezése idején, de később, már amikor megváltoztak a politikai viszonyok az országban, egy pártrendszerhez, és így tovább, végestelen végig, előbb deklaráltuk a vívmányokat, előbb rendeltük el a járandóságokat, a juttatásokat, de én beleértek ilyesmit is, hogy ingyenes közoktatás, állampolgári jogon ingyenes gyógyítás, egészségügyi ellátás, és sok minden más lehetne nevezni. Ezt deklaráltuk. És az anyagi alap megteremtése később. Én ezeket nem ajánlom, hogy mi most vegyük el, és most, hogy változtassunk ezen, de ez megtörtént.
és ebből két hiba következik. Az egyik, hogy ezek a vívmányaink sem 100%-ig és a valóságnak megfelelően érvényesíthetők, tehát ennyiben nem 100%-osan úgy van, ahogy mondjuk. Nem részletes, mindenki tudja, mire gondolok. És a másik, nem teremtettük meg az anyagi fedezetet és alapot. Ehhez a vívmányok, a dekoráltuk, és sok ilyet tudnék megnevezni. Hát ez egy folyamatos hiba, de tanulni kell belőle. A történelemnek alakítója is volt, de a fogja is. Politikájának fénykorában, amikor még az ő beidegződéseiben, iskolázottságában is voltak felszabadítható és hasznosítható energiák a politika számára, tehát a 60-as, 70-es években, nagyvonalú politikus volt. Képes a személyre is veszélyes kockáztatásra, nyitott minden lényeges újításra és reformra. Ám az évek múlásával mind kisszerűbbé vált. Nem óvatos, hanem óvatoskodó és bizalmatlan. Nem realitás érzékű, hanem földhöz ragadt és nehézkes. A gyorsan változó világról már nem volt új, a kornak megfelelő mondani valója, és megtűrte maga körül azokat is, akik csak személyes érdekből és karriervágyból tolták őt pajsként maguk, sőt, visszaéléseik elé. Elkövetkeztek azok az évek, amikor nyilvános megszólalásaiban a forradalmi frazeológia retrográd lényeget takart. Elhatalmasodott rajta az, ami minden hosszantartó hatalomgyakorlásban kikerülhetetlen veszély, a rövidlátás és a tehetetlenség. Mindenkit csak a saját kora valóságos tényeinek ismeretében az adott kor koordináta rendszerén belül lehet és szabad megítélni. Kádár János munkássága és élete a maga korához képest lényegében egyetlen nagy nyitás volt. A munkásmozgalomban a kétfrontos harc révén, a gazdaságpolitikában a hazai hagyományok és szokások tisztelete révén, a külpolitikában az ország földrajzi adottságaiból fakadó hátrányok és előnyök reális számbavételével. És mindehhez a személyiség hitelét adva, a szerénységgel, a feltétlen szolgálattal és áldozatkészséggel. Én magamat szerencsés embernek tartom. És én boldog is vagyok abban az értelemben, hogy a meggyőződésem szerint éltem minden körülmények között, és egy olyan ügyért tudtam dolgozni és harcolni, ami nekem, mint embernek mindig szívügyem volt. Az eszem is ezt diktálta, és a szívem is ezt diktálta. És boldog embernek tartom magam abban az értelemben is, és ezt se ért se félre senki, hogy vannak szituációk, amikor olyat kell cselekedni, amit akkor nagyon kevés ember ért meg, mégis azt kell cselekedni, abban a remény, hogy később meg fogja érteni. És én nekem, mint szerencsés embernek részem volt abban, hogy én megértem és láttam, hogy nagyon sok ember, százezrek és milliók megértették azt, amit nekünk egyik vagy másik helyzetben tenni kellett, amit akkor kevesen értettek meg. És örülök neki, hogy ez nem ilyen erőszakkal, nem ilyen presszióval, hanem vitával, meg gondolati ráhatással és a többivel történt. És hát én úgymond a központi bizottságnak is, még magamnak is azt kívánom, hogy ebben a szellemben folytassuk ezt a munkát, és ne sajnáljuk se a fáradtságot, se a türelmet ettől a munkától, mert ez olyan dolog, hogy nem mindig a legrövidebbnek látszó út a legrövidebb. Néha meg kell állni, vitatkozni kell, türelemmel, meghallgatni a másik felet. Ez is egy ilyen életbölcsesség, ha tetszik, hogy nem csak a magunk nótát kell fújni, meg kell a másikat is hallgatni, és utána gondolkozni kell, miért mondja ezt, mit akar ebben, és akkor össze kell hozni valahogy a dolgokat, és abból kell kijönni annak, amit tenni kell. Kora kommunista politikusai között talán elsőként tudta a nemzetközi realitásokban felfedni a nemzeti érdek érvényesítés lehetőségeit. Munkássága fővonulatát teszi ki a hazai építés és fejlődés külföldi lehetőségeinek és kereteinek megszervezése. Élete végén, mintha általában nagyobb érdeklődéssel fordult volna a külpolitika,
a világpolitika kérdései, mint a belső problémák felé. Jellemző, hogy az MSZNP központi bizottságának ülésein rendre szerepeltek külpolitikai kérdések, míg a belpolitika napirendre tűzése egészen ritka eset volt. Ma, amikor az ország a nép figyelmét elsősorban a növekvő belső problémák és terhek kötik le, ma súlyosan zaklatott időket élünk. Kádár János temetése különösen fontos és időszerű gondolatok körébe van mindannyiunkat, pártállásra való tekintet nélkül. Kádár János életútjának, történelmi szerepének fényei és árnyai, eredményei és kudarcai sokféle tanulság megfontolására kell, hogy ösztönözzék mindazokat, akik ma a népért és a nép nevében kívánnak és tudnak cselekedni. A sokrétű tanulságok nemhogy egy mondatban, de egy nekrológban vagy akár egy könyv keretei között sem férnének el. Mégis érdemes idéznünk a mély bölcsessége sugárzó kínai mondást, amely úgy szól, hogy ma van az a holnap, amit tegnap úgy vártál. Ma van az a tegnap, amire holnap emlékezni fogsz. Kádár nemzedéke, mintha csak e mondat első felére figyelt volna igazán. Arra, hogy a múltban várva várt jelen végre elérkezett. Nekünk a mondat második felének igazságát is meg kell szívlelnünk. Olyan jelent kell produkálnunk, amelyet holnap is, ha már múlt lesz, emelt fővel vállalhatunk. Ha csak ennyi tanulságot hagyott volna ránk, Kádár János sokszor keserves személyes sorsa és ellentmondásos politikai pályafutása már ez sem volna lebecsülendő. Hiszen a tanulságok megértésével és gyümölcsöztetésével nem az elhunytnak, hanem a jövőnek tartozunk. Elhangzott utóhang egy korszakról. Kádár János emlékezete. Közreműködött Erős Anna és Egressy István. A műsort Cserhalmi Imre és Ocsovai Gábor készítette.